Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. A mai alkalomra a március havi igénket választottam az evangélikus útmutatóból, amely Pál apostolnak a rómaiakhoz levelében, írt levelében, a 8. fejezetben, a 35. versének első részében szól. Kiválasztaná el minket Krisztus szeretetétől? Tudjuk nagyon jól azt, hogy az emberi életben szükségünk van az emberi kapcsolatokra, hiszen így lettünk teremtve. Társas lények vagyunk, mégpedig azért, hogy egymást erősítsük, egymást megsegítsük, egymással örömben, boldogságban éljünk. És azt is tudjuk, hogy éppen az emberi kapcsolatok azok, amelyekből a legtöbb konfliktus származik, hiszen szüntelenül problémákkal találkozunk, szüntelenül konfliktusok léphetnek fel különféle kérdésekben, akár összeférhetetlenségből, akár félreértésekből, megbántásokból, és még hosszasan lehetne sorolni azt, hogy miért is alakul úgy a kapcsolatunk egymással, hogy nem lesz tőle felhőtlen és boldog az életünk. Mert tönkre mehet, mert valahogy az a belső erő, amelynek működnie kellene, az megfogyatkozik. Valahogy az az összetartó erő, az kifogy az emberi kapcsolatainkból is sokszor. És éppen ezért fordul elő manapság, hogy egyre többet foglalkoznak pszichológusok ezzel a területtel, egyre többen fordulnak segítő emberekhez, akik megpróbálják ezeket a kapcsolatokat helyrehozni, vagy segíteni abban, hogy az életünk békés mederben folyjon. De hogyan is alakul ki egy-egy kapcsolat? Van olyan közösség, amelybe beleszületünk, hiszen ilyen a családi közösség is. Nem mi választjuk egymást, hanem beleszületünk vér szerint. Ugyanakkor vannak olyan közösségek, amelyeket mi választunk. Akár egyfajta érdeklődési kör alapján, akár egyfajta érdekviszony alapján, és így alakulnak ki körülöttünk az egyes közösségek. De azt is láthatjuk, hogy ha az a cél, amely indított bennünket egy-egy közösség felé, megszűnik, akár az érdek, akár az érdeklődési kör, akkor az a kapcsolat is egyszerre felbomlik. De vajon mi az, ami mégis működő közösség, mi az, ami megtartja mégis a közösséget? Ez nem más, mint a szeretet. Hiszen a családi közösségbe is igaz, hogy nem mi választjuk egymást, mégis megtart bennünket akkor, hogyha ez a kötelék, a szeretet az működik. Mert ez nem szimpátián alapul, nem egymás iránti érdekből alapul, nem haszonelvűség miatt, hanem a csak azért is szeretet miatt alakul. És itt olvasunk erről a rómabeliekhez írt levélben, hogy az Istennel való kapcsolat is ezen az alapon működik. És azt is tudjuk, hogy bizony ezt is megterheli a bűn, hiszen
eltávolodtunk Istentől, a bűn nem enged bennünket a felhőtlen kapcsolatra. Sokszor menekülünk előle, elbújunk előle, megpróbáljuk elkerülni a vele való kapcsolatot, de a rómabeliekhez írt levélben az apostol épp arról beszél, hogy ha az ember, még ha hűtlen is Istenhez, még ha menekülne is előle, még ha ellenséges viszonyt hordozna is Isten iránt, Jézus Krisztus szeretete megmarad. Beléptünk a böjti időszakba, és már lassan a vége felé járunk, lassan eljön húsvét ünnepe, de ebben a böjti időszakban megengedi Isten igéje azt, hogy arra tudjunk koncentrálni, hogy mit is jelent Isten szeretete a számunkra, mit is jelent Krisztus szeretete az életünkben. Ez az ige a másik része arról is szól, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasság, sem magasság, sem mélység, semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Mert Jézusban jelent meg az Isten szeretete. Méghozzá az a végtelen szeretet, amelyben teljesen befogad bennünket, amelyben kész önmagát is feláldozni értünk a kereszten, amelyben kész arra, hogy elmenjen a végsőkig, hogy elviselje a szenvedést, emberek gúnyolódását, azt, hogy megvetik, leköpik, halálra szánják és keresztre feszítik. Mert Isten szeretete ennyire végtelen, ennyire szeret bennünket, hogy erre is kész értünk. És ha ő erre kész értünk, erre kész volt ott a kereszten, akkor abban is biztosak lehetünk, hogy ő nem mond le rólunk, nem mondott le rólunk. Sőt, minden egyes nap kész bennünket hívni szeretetével, kész körbe vonni, körülölelni szeretetével. Tudjuk azt, hogy világunkban sokféle szorongás van, sokféle félelem, sokféle bajjal kell szembenéznünk, személyes életünkben is vannak gondok, amelyek kétségbeesést szülhetnek, amelyekben megfogyatkozhat a reménységünk, de azt biztosan tudhatjuk, hogy Jézus úgy szeret bennünket, hogy nem hagyja, hogy mindezek a körülmények elválasszanak tőle. Mert ő végérvényesen legyőzte a bűnt, a halált, a poklot, legyőzte azt a szakadékot, amely köztünk és Isten között fennállt. Épp ezért van rá lehetőségünk, hogy vele kapcsolatba léphessünk, mert ő az, aki hív bennünket, ő az, aki megszólít, ő az, aki útmutatást ad, aki vezet bennünket életünkben, aki megadja azt az erőt, azt a belső töltekezést ebben a kapcsolatban, amely segít bennünket fennmaradni, élni, örömteljen, derűsen élni ebben az életben. Olyan kapcsolat tehát ez, amelyre mindig támaszkodhatunk, és olyan kapcsolat ez, amelyben erőt meríthetünk arra is, hogy az embertársak iránti
szeretetben is megerősödjünk, hogy megtartsuk azokat a kapcsolatokat, amelyek fontosak a számunkra, amelyek értünk adattak ebben az életben. Adja Isten, hogy ez így legyen. Amen.